Nem csak a nyírgelsei lakosok számára örömteli hír, hanem a Debrecentől Mátészalkáig, vagy épp Máriapócsig biciklivel túrázóknak is, hogy a mostani belterületi másfél kilométer hosszú útszakaszt átadták Nyírgelsén. Ezzel ugyanis újabb, hosszan egybefüggő kerékpárút hálózat jött létre. Összességében egy 238 millió forintos beruházás, amiből az önkormányzatunk 8 millió forint anyagot biztosított. Rekord gyorsasággal a kivitelezőnek köszönhetően ilyen 4 hónap alatt elkészült ez a kerékpárút. De nagyon fontos a település életében, mert a 471-es közelségi miatt a megnövekvő forgalom miatt ez nagyon balesetveszélyes volt. Ezen az útszakaszon több baleset történt, ezek közt sajnos halálos baleset is volt. 2015-ben kezdték el építeni a Nyíradony-Nyírmeggyes közötti kerékpárutat, azóta elmondható, hogy Nyíregyháza, Nagykálló, Kállósemjén, Máriapócs, valamint Nyírbogát, Kisléta, Máriapócs kerékpárútvonalainak összeköttetése is megvalósult. Ez azért nagy dolog, mert ilyen formán több tíz kilométer egybefüggő kerékpárutat tudhatunk a térségünknek. Ez egy olyan kerékpárút, ami hivatásforgalmú, tehát a munkába járást segíti, ugyanakkor az egészségmegőrzés miatt is fontos, mert rengetegen kerékpároznak rajta sportolásszerűen. És ezt a kerékpárút hálózatot összekötöttük a másik kerékpárút hálózattal, amit építünk Nyíregyháza, Nagykálló, Kállósemén, Máriapócs között. A területfejlesztési operatív program jóvoltából a szomszédos településen Nyírmihájdiban is elkezdődött egy hasonló belterületi kerékpárút szakasz építése.